Sziasztok! Mi vagyunk az Into Worship, és igazából Golgotás ifisek vagyunk, Bátról és Pestről, és igazából dicsőíteni fogjuk Istent, úgyhogy kérlek, hogy csatlakozzatok, hogyha van kedvetek. Remélem van. Dicsőítsünk.
Mikor bűnöm elmosta, eljött a nap. Ez a nap mindent megváltozta. Hey!
hitben bízom én, így felugrott rád, vonj közel meg én. Szellemet segítson meg, ne borulok előtte, ne borulok előtte, és imádlak téged. Jelenlétedben világíts nekem, szabad hatalmával, helyre álltam, szabad előttem. Szellemed segít engem, de borulom lábadhoz, de borulom lábadhoz, és imádlak, Jézus. Thank you.
hegyek zúgna, viharok dúlna, itt vagy vele. A test elmúlhat, a te irgalma őrzi lelkem. A tűzöm viszel el, szívem csak. Áldlak téged, te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyait, Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Bármi történjen, ígéretedben bízol lelkem.
engem el a mélységből, ezért állak téged. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyaim. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Te vagy lelkem menedéke, betakarnak szárnyaim. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké, dicsérlek örökké. Thank you.
kérlek, hogy csak áld meg a tanítást, Uram. Kérlek, hogy szólj a mi szívünkhoz, Uram. Hadd tudjunk nyitni feléd, és te tudjuk, hogy nyitsz felénk. Kérlek, hogy taníts minket ma este. Amen. Jaj, hát ez nagyon jó volt. Én nagyon büszke vagyok rájuk. Ez a Golgota utánpótlás dicsőítő, nem? Az U20-as válogatott. Jaj, de jó volt! Sok szeretettel köszöntelek titeket a vasárnap estén, meg akik az internet előtt vannak. If you are English speaker and you need translation, you can pick up radios on the back corner. Wow, tök jó, hogy nem számít a kor, nem? Hogy lehetünk bármilyen fiatalok is, és az Isten tud használni. És a Simon, aki itt gitározott, ő egyszer már játszott a vasárnap estén, valami, már nem emlékszem, hogy mikor, körülbelül szerintem fél éve lehetett, májusban volt, és az Illésnek el kellett menni, és nem tudta megtartani a dicsőítést. És muszáj, hogy valaki dicsőítsen legalább egy-két dalt, és senki nem volt, aki így eszünkbe jutott volna, vagy itt lett volna, és egyszer csak a Simon így óra 50-kor becamog a gitárjával, pont véletlenül, és így egyben megtaláltam, hogy akkor Simon mit gondolnál arról, hogy most három dalt itt el kéne játszani, és azt mondta, hogy jó, de adtam neki 10 másodpercet, hogy eldöntse. Körülbelül annyira kellett sietni, hogy még tudjon gyakorolni. Kigyakorolta lent, de még lementem vele imádkozni, és megkérdeztem, hogy izgulsz? Hát ő azt mondta, hogy nagyon. és följött ide játszani, és annyira izgult, hogy az első számnál nem volt bedugva a gitárja a kábel. De aztán jött a hangtechnikus, és bedugta, mert nem értett, hogy miért nem szól. Ennyit róluk. És ma van az a nap, amikor este éjfélig tudtok még jelentkezni úgy a vasárnap este konferenciára, ami november 15 és 17-e között lesz lent megrendezésre Vajtán, hogy nem kell felárat fizetni, azaz a normális árért tudtok jönni, ez a 9800 forint, viszont hogyha mondjuk már holnap vagy egy hét múlva szeretnétek jelentkezni, akkor plusz 1000-es. Szerdán már nem? Tehát szerda a határ. Szerdáig még felárral, ami plusz 500 forint éjszakánként, szóval egy éjszaka 1500, két éjszaka 1000, és szerda után már nem. Úgyhogy most döntsétek el, eddig 50-en vagyunk, és nagyon jó lesz a team, meg az egész lentöltött idő. És még, ami fontos, hogy lehet szolgálni a vasárnap estén, kimondottan az imádkozás, ami lent 6-tól van, illetve a médiaszolgálat, meg a ruhatár, de gyakorlatilag mindenhol hiány van, úgyhogy ha van kedvetek szolgálni, akkor Dorkát, vagy a kép az info asztalnál lesz kint, őt lehet megkeresni. És ma pedig megyünk tovább. Sziszi fog tanítani. Fogadjátok a tapsal! Szép estét! Kis hangot kérek, így jó? Lehet hallani? Én hallom magam, ti is, jó van. Oké. Kezdjük egy imádsággal. Édesatyánk, hálát adunk azért, hogy te megmentettél minket. És köszönjük, hogy te kegyelmes Isten vagy. És ma is, Uram, kapcsolatban lehetünk veled. És köszönjük, hogy te taníts minket, vezetsz és áldasz. Uram, én arra kérlek, hogy áld meg a te beszédedet, és Uram, ez a mai este legyen a te jelenléteddel, és a te szépségeddel teljes. És köszönjük, hogy összejöhettünk, és ezt az estét neked adhatjuk. És csak várjuk azt, hogy szólj hozzánk, és hogy valóban megnyilvánuljon a te szépséged és jóságod. Jézus nevében, amen. Amen. Megyünk tovább az Efézusi levélben, és mielőtt még belemennénk ennek a levélnek a második fejezetébe, és ha van bibliátok, akkor nyissátok ki a második fejezetnél. Egy történet jutott eszembe, hogy elolvastam a második fejezetet, és megkérdeztem a Donától, hogy ezt valamikor is elmeséltem-e már itt, és mondta, hogy nem. És kiderült, hogy öregszem, mert nem emlékszem, hogy mikor mit mondok. Ez egy jó fegy, hogy mindig igazat mondjam, elfejtett, hogy kinek mit mondta, és jó ragaszkodni az igazsághoz. Az a történet, ami eszembe jutott, egy evangelizációs úttal kapcsolatos, és ez vajtai időszakom alatt történt,
És volt egy lehetőség, hogy egy amerikai csoport keresett tolmácsokat. És oda jött hozzám az egyik tanár, és mondta, hogy lesz egy kisebb csapat, és te lesz a csapatvezető, mert ugye én nem beszélek angolul, tehát maximum ez a feladatom lehet. És mondtam, hogy jó. És kiderült, hogy ketten vagyunk a csapatban. Tehát az, akit vezetek, meg én. Ketten megyünk. És őszintén elmondom, a világon semmi kedvem nem volt elmenni Pécsre, hogy ott egy amerikai csoportnak legyünk a jobb kereke, akik segítenek közvetíteni az ő üzenetüket. De valahogy nagyon erős volt bennem, hogy ha az Isten azt akarja, hogy mi oda menjünk, és ott áldás vár ránk, akkor elmegyünk. Kicsi nehézségek voltak, többek között az, hogy nem volt semmi pénzünk. És elindultunk pénz nélkül Vajtán a buszmegállóba. És egy pár ember ugye elkísért minket, hát mert időd az van. És akkor megyünk, és akkor út közben megszólal az egyik csoportból az egyik hölgy, hogy amúgy van pénzetek eljutni Pécsre? Mondom, az nincs. Akkor tessék, itt van. Mondom, már föl tudunk szállni, felszálltunk. És akkor leszálltunk a buszról, megérkeztünk, mindenki nagyon örült. Én még mindig kevésbé, de láttam, hogy itt valami fog történni. És hát azt tudom mondani, hogy életem egyik meghatározó evangelizációs élménye volt. Ez egy 10 napos út volt. Úgy 10-esével tértek meg naponta az emberek. De minden nap. Én úgy fordítottam angolul, mint a vízfolyás, és ők azt hitték, hogy tudok angolul, ezért amikor nem az evangéliumot kellett fordítani, akkor beszéltek hozzám angolul. És akkor én néztem rájuk, hogy most várjál, te nem érted, én nem beszélek angolul. Hát az előbb megtért egy ember. Ja, az más, az az evangéliumot. Tehát zseniális volt az egész. Annyira ott volt az Úr jelenléte, hogy éreztem azt, hogy mikor vagyunk ott, meg mikor léptem ki a jelenlétéből. Óriási volt az, hogy 50-60 éves emberek pantomimmal drámáztak a főtéren. Nagyon silány volt, de az emberek megtértek folyamatosan. Úgyhogy az Úr mindenki tud használni, még a legbénábbakat is. És akkor ezen az evangelizációs úton történt a következő, hogy az egyik nap bementünk a McDonald's-ba kajálni is, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én elmegyek, rendezem magamat a WC-be. És akkor bementem. Most a lányok nem biztos, hogy tudják, de a fiúk a férfi WC-ben nem nagyon beszélgetnek. Tehát ott röviden és gyorsan intézik a dolgokat. És én is bementem, hogy mindjárt megyek a csoporthoz. És belépek, ott van egy hajléktalan, aki éppen mosakszik. Engem nem zavart különösebben, immun is voltam, mentem rá. Csinálom a saját ügyem, erre csak szól az Úr, hogy beszélj vele az evangéliumról. Hát de Uram, WC-n vagyok. És akkor mondja, ne, beszélj vele. Hát ne viccelj már, hát jönnek, mennek az emberek. Menj oda és beszélj vele. Hát harmadszorra már hagytam magam meggyőzni, oda mentem az emberkéhez, és megszólítottam. Igazából ma már nem emlékszem, hogy hogyan kezdődött a dolog. Annyira abszurd volt, hogy mindegy is. Azt tudom, hogy egy pár perccel később már az ő kincseit mutatta, hogy miket talált. Különböző szemetesekben. Nagyon izgalmas volt a téma. Mondom, és uram, na, de jók vagyunk. Hát nem lehet egybe az evangéliummal lerohanni. Te azt hiszed, hogy akarsz tőle valamit. És akkor beszélgettünk, és akkor megkérdeztem tőle, és ez a mondat az, ami miatt az egészet elmesélem, hogy szerinted milyen a mennyország? És szerinted mi leszel te? Milyen leszel? És akkor azt mondta, hogy ő hajléktalan lesz a mennybe. És engem ez sokkolt. Sokkolt az, hogy az emberek miket gondolnak Istenről, miket gondolnak a mennyről. És megkérdeztem, hogy ezt miért gondolod? És azt mondta, azért, mert itt is hajléktalan vagyok. És akkor elmondtam neki azt, hogy ez nem igaz. És ott beszélgettünk, és egy idő után rátértünk a Biblia igazságaira, és ott megtért az ember. Leszállt rá az Úr. Ott sírt. Jó, közben jöttek, mentek az emberek a McDonald's fordulva, most engem már nem érdekelt semmi. Habskám, ott sír, imádkozunk együtt, emberek jönnek a WC-re, és nézik, hogy te meg mit csinálsz, édesapa? Mondj már mindegy. Tehát amitől féltem, az már nem érdekelt, mert az örök élet sokkal fontosabb volt. És az ember felismerésre jutott. És az, aki eddig hajléktalan volt, és ott kódult, az hirtelen a mennynek lett az állampolgára. És hirtelen az, amiről addig beszéltem neki, az igazság volt a szívében. És a hátizsákomból a fegyvert elővettem, egy Bibliát, mondom, hogy ez meg a tied, és Isten áldjon, többet úgy családjuk egymást. És akkor kijöttem, és akkor McDonald's-ban
beszélgettem még ott másik asztaltársasággal, fiatal lányok voltak. Nem értették, hogy miért Jézussal jövök, de hát egy missziós után azzal mész, ami nálad van. És nagyon abszurd történet volt, ugyanis ez a hajléktalan ember, ez visszajött az utcáról, könnyes szemmel, én ott állok egy asztaltársaság mellett, ez viszont is meg akarja csókolni a kezem. Mindenki ezt ne csináljad. Ezt itt hagyjuk abba. Senki nem vagyok. Egy üzenetet adtam át téged, az Isten szeret, ő mentett meg, ő vár otthon a mennybe, ő az, aki lemossa a könnyeidet, és ő az, aki az örök halálból, az örök életre átvitt, ugyannyira ingyen, hogy semmit nem tudtál érte adni. Mint hogy mi sem. Efézusi levél második fejezet. Első verse. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Nagyon radikálisan fogalmaz Pál apostol a második fejezet elején, hogy ti is halottatok voltak a bűneitek és a vétkeitek miatt. De Istennek volt egy célja, mégpedig az, hogy életre keltsem. Hogy mindazt, ami jelenleg nem a miénk, azt nekünk adjam. És azt mondja, hogy mi halottak voltunk, mert mindannyian bűnösök és vétkesek voltunk, de ő életre keltett, megelevenített. Ez volt a célja, és ez volt a szándék, hogy mi élők legyünk. Hogy valóban azok legyünk, akik Istennek a jelenlétében és az ő tudásával és az ő áldásaival élnek. A Kolossé levélnek az első fejezetében, ott is a 13. versben azt olvassuk, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. A Károli egy kicsit jobban fogalmaz, és ez egy kedvenc igém, ez pedig azt mondja, hogy a szerelmes fiának az országába. Tehát szabadításra volt szükségünk, mert a sötétség hatalmában voltunk. Láncra verve ott ültünk a sötétségben. Nem csak, hogy halottak voltunk, hanem foglyok is voltunk. És ez egy olyan állapot volt, amiről még nem is tudtunk. És ő megfogott minket ebben az állapotunkban, és elvégezte a teljes munkát. Mintha, képzeld, mintha a hátára vett volna, és az egyik helyről, de tudatlanul fekszel a hátán, és átvisz egy másik helyre, és csak arra ébredsz, hogy egy másik helyen vagy. Mert ő szerelmes belőd. Szeret téged. És ez motiválta őt arra, hogy az egyik helyről, a halottak helyéről átvigyen az élők helyére. És egy új életet adjon neked. A második vers az Efézusi levél második fejezetében. Amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. A levegő birodalmának fejedelméhez, hogy ő uralkodott rajtunk. És mi erről semmit nem tudtunk. Abszolút tudatlanok voltunk még az Isten előtti korszakunkban, sőt, azt gondoltuk, hogy mindent tudunk, sőt, azt gondoltuk, hogy mi szabadok is vagyunk. Isten volt az, aki föltárta az igazságot. És azt mondta, hogy nem. Egyfelől nem vagytok szabadok. Másodszorban foglyok vagytok. És a levegőre vannak sötét erői, amik titeket fogva tartanak, és az ő szándékuk szerint éltek. A Korintusi levél, első Korintusi levél 12. fejezetének a második verse, az jelez is egy kicsit arról, hogy ez hogyan is nézett ki. És ha velem lapoztok oda, akkor együtt olvassuk. Az pedig az, hogy tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket, a néma bálványokhoz. Ellenállhatatlanul sodort valami minket. Egy olyan életmódra, ami akár nyilvánvaló számunkra, akár nem, pusztulásunkat hordozza. Egy másik helyen azt is olvashatjuk, hogy Isten nélküli életünkben olyanok voltunk, mint a döglött halak. Ez egy szép hasonlat különben. Tehát nagyon akarod tudni, hogy milyen Isten nélkül lenni, döglött halként vagy definiálva, akiket a folyó sodor. Nincs saját akaratod. Nincs saját irányod. Egyszerűen halott is vagy, másodszorban a levegőből uralkodnak feletted. És erről tudomásunk sem volt.
És Pál apostol itt nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten nélküli állapotban milyen az ember, és mit tesz Isten azért, hogy ez az állapot véget érjen. És utána azt írja a második fejezetnek a végén, hogy ma is munkálkodik az engedetleneknek az életében, az engedetlenség fiaiban. Azokat az embereket, akik Isten nélkül élnek, az engedetlenség fiainak hívják ezt a közösséget. A testnek az akaratát cselekvők, azok az engedetlenek. És nyilvánvaló, hogy mi a testnek az akarata, és ezt a Galata levél 5. fejezet 19. verséből már mindenki tudja, hogy indulat, gyűlölet, paráznaság, gyilkosságuk, és a többi, és a többi, és a többi. Egykor mi is ilyenek voltunk, mindnyájan. A harmadik vers. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. Minden ember ugyanabból a csoportból jön. Mindegy, hogy melyik országban, melyik korszakban, milyen családba születik. A harag fiaiként él, és a test kívánságait, és az ő elmebeli kívánságait, a test akaratát követve meghatározza a saját céljait, és ezek mögé beáll, és így cselekszik. Lehet, hogy ez jónak tűnik néhány esetben. Sok esetben nyilvánvalónak tűnik, hogy egyáltalán nem jó. De nincs különbség. Mindennyian hasonló módon éltünk Isten nélkül. Mind közöttük éltünk, és egyek voltunk velük. Egy olyan állapotból van ez megvilágítva, ami nem tesz különbséget a között, hogy valaki látszólag jobban él, és erkölcsösebb módon él, vagy valaki valóban, nyilvánvalóan nagyon bűnös. Isten viszont a következőt tette. És a negyedik vers. De Isten, nagybetűvel, gyönyörű, de Isten. Nem hagyta ennyiben ezt az állapotot. Gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. De Isten, aki gazdag lévén nagy irgalmában egy csodát tett, mégpedig azt a csodát, amit mi soha nem is gondoltunk, soha nem is vártuk, mert féltünk Istentől, mert nem ismertük őt, mert azt gondoltuk, hogy ő is olyan, mint az emberek. És itt leír, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett. Már abban az állapotban, amilyennek voltunk. Már akkor, amikor még semmit nem tettünk érte. Akkor, amikor még a saját testünk kívánságai után mentünk, és a saját céljainkat akartuk megvalósítani. Ő már akkor teljesen odáig volt értünk, és szeretett minket. Ez jellemzi őt, hogy volt a mi állapotunk, és ezzel szemben volt az ő állapota. És ezt az ellentétet ő megmozdította. Hogy az az állapot, ami az ő állapota volt, az a szeretet állapot, az elsodorja azt az állapotot, ami a miénk volt. És ez motiválta őt arra, ez az irgalom és ez az óriási szenvedély, hogy minket ne hagyjon a holtak között. Hogy a tudatlanságban, hogy a saját elmebeli függönyünk mögül, büszkén állva szembeálljunk Istennel. Ő ezeket félretette, és mindent azért tett, hogy minket kihozzon a sötétség helyeiről, a holtak hazájából, hogy életre kelthessen. Mert mi nem tudtunk önmagunktól nemhogy életre kelni, azt se tudtuk, hogy az létezik. És azt se tudjuk, hogy az milyen. És ő mindezeket félretette, és rávett minket az ő szeretetével, hogy adjunk egy esélyt, hogy ő életre kelthessen. Keresztényként, Istennel szövetségben élve is, az egyik legfontosabb alapigazság az, hogy szeretettek vagyunk. Hogy nem kell félnünk Istentől. Hogy nem akar minket megbüntetni, hogy nem akar bántani,
hogy nem akar magas léceket elénk állítani, amiket át kell ugorni. Hogy nem akarja azt, hogy mi egy furcsa lények legyünk. Csak azért, mert hogy igent mondtunk neki. Ő szeret minket. És hogyha a szeretetben az ember nem csak szöveget olvas, hanem valóságos élményeket kap, akkor az megváltoztatja azt, hogy ő kicsoda, és hogy gondolkodik magáról. 5. vers. Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Kegyelemből van üdvösségünk. Mi is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, akiknek ugyanolyan volt a múltjuk, mint mindenki másnak, kegyelemből üdvösséget kaptunk. Az üdvösség az a legnagyobb ajándék. Az örök halálból, az örök életben. Tudjátok, a haláltól mindenki fel. Ma amúgy is, a hétvégén a halottak napja volt, és föld sok országában, sok városban, a temetőkben gondozzák a sírokat, és megemlékeznek az elhunytakról. A halál az értelmetlen, hogy tesz mindent. Úgy elvágja. És mindegy, hogy addig ki voltál, milyen sok jót tettél, mindegy, hogy mekkora birodalmad van, amit itt hagysz, a halállal szembeállva, minden a múlt, és nem tudod, mit hoz a jövő. És az ember keresi a megoldást. És vannak, akik úgy gondolják, hogy igen, van Isten. És vannak, akik úgy gondolják, hogy ezt más néven hívják. És vannak, akik úgy gondolják, hogy nincs semmi a halál után. De egy dolog biztos, hogy a halál értelmetlenít ezt mindent. A 49. Zsoltárban azt olvasjuk, hogy olyan drága az élet váltsága, hogy le kell mondania mindenképpen az embernek róla, még akkor is, ha örökké élne, és nem látná meg a sírt soha. De nem ér örökké. Az ember 78-an évig él. És ez is gyorsan elszáll. Olyan, mintha repülnénk, és nagyobb részük szenvedés. És nem tud mit tenni ebből az állapotából. Nem tudja legyőzni azt a tényt, hogy a földi élete a halállal végződik. Isten tudja ezt, hogy nekünk nincs esélyünk ebből kijönni. Tudja, hogy félünk mindattól, ami a halálban a miénk. Hogy milyen a gyász, hogy milyen az értelmetlenség. Kegyelemből üdvösséget adott. Semmit nem tehettél érte. Ingyen adtam. Mindent ő fizetett, hogy neked ingyen lehessen örök életed. A kegyelem egy meg nem érdemelt jó cselekedet. Nem azért, mert megérdemelte volna bármelyikünk is. Hiszen ezt akkor adta oda, amikor semmi jót nem tettünk, hanem csak az ellenségei voltunk. És az ő szeretetét úgy mutatta meg, hogy azt mondta, hogy bár te az ellenségem vagy, bár semmi jót nem tettél, én mégis mindent kifizetek azért, hogy neked ingyen örök életed legyen. Kegyelemből adtam. Ingyen. Ami most jön, ez a versnek a folytatása, és a 6. vers eleje, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Múlt időben írja azt, hogy vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Isten időn kívül él. A teremtés előtt már létezett, ő alkotta meg az időt, a teret, a látható és a láthatatlan világot, ő alkotta meg mindazt, amit érzékelünk, és minket is. Ő szabja meg az embereknek a helyét és az idejét, hogy mikor született meg valaki, és hogy meddig él. Minden az ő hatalmában, és minden az ő tekintélye alatt van. De ő nincs az idő korlátai alatt. És amikor itt Pál apostol azt írja, hogy minket már odaültetett,
ez egy isteni nézőpontból valóság. Fizikailag, ha jól látom, ti most itt ültök. Mert mi az idő alatt élünk? Számunkra a holnap az mindjárt kezdődik. És a tegnap az még épp, hogy véget ért. De Isten ő mindig ma van. Ő a jelennek az Istene. És az idő számára más jelent, mint számunkra. Az ő időn kívüli állapotában mi már nem csak, hogy meghaltunk és föltámadtunk, hanem ott ülünk vele. És a mennyei trónokon ott ülünk. Mennyei helyekre ültetett. Ez nem meg fog történni az ő nézőpontjából, hanem már meg is történt. Mert ő ilyen hatalmas. És mindezt Krisztus miatt kegyelembe lett nekünk. Következő vers. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Ez a kedvenc igém ebben a fejezetben. Tehát ott ülünk a mennyben, azért, hogy ő akar valamit tenni. Ő tenni akar valamit, ami arról szól, hogy ő milyen. Leültet minket, és minthogyha egy színi előadást, vagy egy cirkuszi előadást, vagy valami csodát tenne. Csak azért, hogy minket bevonjon az ő jóságába. Hogy leessen az álmunk. Nem csak attól esik le az álmunk, hogy ott ülünk a mennyben, és mindez a miénk, és hogy ilyen csodálatos környezetben élünk, hanem hogy ő mit tesz. Hogy az ő kegyelme az mérhetetlen, fenséges, túláradó, kifogyhatatlan. És azt mondja, hogy korszakokon át. És nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy milyen fontos szó az Istennél az, hogy kegyelem. Hiszen kegyelemből van üdvösségünk. És kegyelem által ültettettünk oda a mennybe. És lettünk megszabadítva a legnagyobb ellenségtől, a haláltól. És kegyelem által lett bűnbocsánatunk, és lettünk Isten családjának a része. De a mennyben is ő az ő kegyelmét akarja bemutatni nekünk, ami végtelen. Mégpedig korszakokon át. És ahogy ezen gondolkodtam, egy kicsit sánta kép jött elém. Mert a mennyet nehéz összehasonlítani a földi dolgokkal. De tegyünk egy kísérletet. Ez olyan, mint amikor valaki mondjuk élt a 1500-as években, és akkor álmodott arról, hogy milyen lesz a jövő, és a saját lehetőségeiből álmodott. Akkor az emberek földművelésből éltek, sok nehézség által, főleg vidéken. Elképzelni nem tudták, hogy fog majd kinézni az, hogy gőzgép, és hogy milyen lesz majd a városban élni. És milyen lesz majd, amikor sok-sok mindent tud tenni. Ők a saját lehetőségeikből vizsgálták meg mindazt, ami az életük. De ahogy annak a korszaknak vége volt, Isten nyitott egy új korszakot, és az emberek a gőzgép és a ipari forradalom hatására a városokban éltek, és egészen más körülmények között éltek. Már úgy néztek vissza, hogy ja, hát ti erről semmit nem tudtatok. És ők is úgy gondolták, hogy ők tudják a teljességet. És mindez, ami van nekik, hát abból próbáltak elképzelni, hogy milyen lesz majd a következő korszak. És fogalmuk nem volt arról, hogy milyen lesz, amikor lesz világítás. Elképzelhetetlen volt számukra. De aztán történt egy s más, és az ember most már a világítás alatt is jól lát. És amikor megtörtént ez, akkor az emberek azt gondolták, hogy ez a teljesség. És ezen belül gondolkodtak, és ezen belül éreztek. De ahogy, most nem akarok minden lépcsőt elmesélni, de eljutottunk a mai napig. És mi is úgy gondoljuk, hogy mi már tudjuk a teljességet. Hogy ez az a kor, amiből minden megvan. Fogalmunk nincs arról, hogy milyen lesz a holnap, és a következő korszak. De mindegy is, hogy milyen lesz. Mert Isten a mennyben korszakokon át, egymás utáni korszakokon át mindig új és új módon nyűgöz le minket.
mindig új és új módon mutatja be azt, hogy ő mennyire szeret minket feltétel nélkül. És tesz jó dolgokat velünk úgy, hogy mi azt nem érdemeljük meg. Mert az ő kegyelme nem csak itt a földön motivál mindent, hanem a mennyben, ahol az örökké valóság kitárul elénk, és ahol a képességeink megsokszorozódnak, ahol a lenyűgözhető lehetőségeink hatványokra emelkednek, ő minden egyes korszakban leültet minket a trónra, és megmutatja az ő kegyelmét, és még mindig, és mindig, és mindig csak le fogunk esni elé, és azt fogjuk mondani, hogy köszönjük. Mert igen, visszaadjuk a koronát, és leborulunk, és imádjuk őt, de ez annak az eredménye, hogy fölismertük, hogy mekkora az ő kegyelme. És amikor mi itt a földön leborulunk és imádjuk őt, ez annak az eredménye, hogy fölismerjük, hogy milyen kegyelmet adott nekünk. Hogy fölismerjük, hogy halottak voltunk, de megelevenített, és az életre hívott. Hogy mi nem tettünk ezért semmit, és hogy ő mit tett értünk. És amikor az ember ezt felfogja, ezzel a kicsi korlátolt, időben és térben is lelimitált agyával és érzékszervével, akkor már itt a földön az a válasz, hogy leborul az Isten elé. És megköszönni. Mennyivel igazabb ez ott, ahol ezek a limitációk nem ilyen nagyon erősek, ahol sokkal szélesebb érzékszervek vannak arra, hogy fölismerjük, hogy ő mennyire jó. Mert a mennyország erről szól. Nem arról szól, hogy neked ott egy ilyen tömegben el kell bújnod, és hogy nem számítasz. Igen, valódi a hely. Valódi tájak, régen elhunyt emberek, angyali lények, a mindenható Isten jelenléte, ahol nincs bűn, nincs átok, nincs fájdalom, nincs semmi, ami itt gyötrelmet okoz. És sokat-sokat lehet erről mesélni, és jó is, mert megerősíti a szívet. De ami a mennyet leginkább jellemzi, hogy megtanuljuk egy örökké valóságon keresztül, hogy Isten mennyire kegyelmes. Ez a földi életünk, ez nagyon rövid. És csak a felszínét ismerjük meg annak, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes. És ő ezt tudja. De annyival sok mindent akar még ezen túl mutatni, hogy a mennyország is erről fog szólni. Hogy az ő jóságában csodálkozunk. Mert azt írja itt, hogy irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Irántunk való jóságában Jézus Krisztusban. Hogy minden jóságát Jézus Krisztusban odaadta nekünk. Mi megkaptuk a legdrágábbat, Jézus Krisztust. És ezért megkaptunk mindent. Megkaptunk mindent. Ennyire fontos az ő szemében Jézus. Ennyire nagy kincs az ő szemében a mi életünk Jézus Krisztusban. Következő vers. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert ez ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Azt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Kegyelemből odaadta az örök életet, és azt mondja, hogy ez nem tőletek van. Nem belőlünk indult ki. Nem mi kerestük ezt a megoldást. Sőt, ha kerestük volna, soha nem találtuk volna meg. Maximum alulról átsingoztunk volna az örök életre, amire nem lett volna lehetőségünk belépni. Ez belőle indult. Ő volt az, aki minket megmozdított. Ő volt az, aki leleplezte ezeket az igazságokat. És azt mondja, hogy hitáltal van ez. De miben is hiszünk mi? Mi az, ami ezt a kegyelmet mozdítja? Egy szerető Istenben. Abban hiszünk, hogy ő szeretett minket. Ezért odaadta az ő fiát. Váltságunk. Hogy nekünk örök életünk legyen. Mi nem egy büntető Istenben hiszünk. Nem egy olyan Istenben, akitől félni kell. Nem.
Mi egy olyan Istenben hiszünk, aki nem csak hogy szeret minket, hanem ezt cselekedetek által meg is mutatja. Aki családjába fogad, behív, és azt mondja, hogy nem kell félni tőlem. Én szeretlek téged. Ez a jósága. Ez minden jóké. És ez az, ami minket megerősít. És ő az, aki mindenért fizetett. Ő az, aki megragadta a mi tudatlanságunkat, és kifizetett minket. Elvégzett minden munkát helyettünk. Ő az, aki mozdította az egész mennyet azért, hogy ez a kegyelem minket elérjen. Nem tőletünk van. Nem tőlünk van, hanem ajándékba adta Isten. Azért adta ajándékba, hogy senki se dicsekedjék. Nem cselekedetek által. Jézus azt mondja Máté evangéliumának a 11. fejezetében, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És tanuljátok ezt meg tőlem. És Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak meg kegyelmet ad. És amikor mi az örök életről beszélünk, ami a bűnök bocsánata által valósága számunkra, ott mi nem tudunk büszkén odaállni, tehát büszkén nem tudsz bocsánatot kérni senkitől. Egy olyan állapotot akar Isten az életünkben, amikor fölismerjük, hogy a szelídek öröklik a földet. Az alázatosok azok, akik az Isten útján járnak. Nem cselekedetekért. Mert ha bármilyen cselekedetet, az tartozásként, fizetségként jár neki. És ő potenciált kap arra, hogy dicsekedjék. Hogy én megdolgoztam az üdvösségemért. Hogy nekem van egy munka, és én föl tudom magam emelni, hogy nekem üdvösségem van. És Isten azt mondja, hogy nem. Én nem akarom, hogy az ember büszke legyen, és dicsekedjék. Ezért kegyelemből ingyen adom. A 10. vers azt írja, hogy az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A legtöbbször, amikor mi büszkék vagyunk, és ilyen részlegesen alkalmazkodunk Istennek az irányához, akkor mi elfelejtjük azt, hogy mi teremtmények vagyunk. Elfelejtjük azt, hogy Isten nem egy kívülálló, aki egy nap belépett az életünkbe, hanem ő az, aki miatt mi egyáltalán fizikai testet kaptunk. Elfelejtjük, hogy az egész világ az ő teremtésén keresztül lett az, ami. És amikor mi visszakanyarodunk ehhez az igazsághoz, akkor fölismerjük, hogy ja, akkor nekem egy másik kapcsolatom van Istennel. Ő a teremtő, én az ő alkotása vagyok, de itt van egy nagyon nagy kincs. Az pedig az, hogy előre elkészített jó cselekedeteket Isten, hogy azok szerint éljünk. A születésünk előtt már ő eltervezett jó cselekedeteket. Nem egyet, nem kettőt, hanem az életünk minden napjára. Hogy azok szerint mi tudjunk élni. És akkor megszülettünk, mert ő úgy döntött, hogy mi megszülessünk. És formát kapott a testünk, és úgy nézünk ki, ahogy kinézünk, és hála ezért neki. Akkor ő nem utólag kezdett el gondolkozni, hogy ja, megszületett az ember, hát most mit csináljak vele, hát nem tudom. Egy jót már adtam a másiknak, nekem nem tudok adni semmit. Hanem ő előre jó cselekedeteket elkészített, és azokban akar minket vezetni. Mert Isten jó. És az ő jóságát rajtunk keresztül is meg szeretné mutatni. Isten szeret, és rajtunk keresztül is szeretni szeretne. Isten adakozó, és rajtunk keresztül is adakozni szeretne. De ezek nem véletlenszerűen jönnek, hanem ez az igaz, elmondja, hogy már előre elkészítette. Mint egy útjelző táblát, hogy már előttünk ott járt, és amikor mi odaérünk, akkor ő figyel minket, hogy hogyan veszük át ezeket az áldásokat. És amikor mi megengedjük neki, nem csak rész szerint, nem csak úgy elfedve, hogy félig a saját igazságunk, félig az ő igazsága, hanem úgy kiszolgáltatjuk magunkat az ő útjaim, akkor ezek az elkészített jó szituációk, amik cselekedet formájában aktivizálódnak, ezek alkotják az életünket. Ezek jellemzik a napjainkat, és ezek azok, amik az életformánkat
előre viszik. Tizenegyes vers. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetétek szerint, akik viszont azért nevezik a magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívüló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. A 11-es vers azzal kezdjük, hogy emlékezzetek tehát. És azt mondja nekünk is az Úr, hogy ma mi emlékezzünk. Hogy hogyan jutottunk el a mai napra. Mi történt velünk. Hogyan találkoztunk vele? Mi volt a mi múltunk nélküle? Itt leírja a pogányoknak, hogy ti Izrael házán kívül voltatok. Azok voltatok, akik még a körülmetélés szövetségében sem részesültetek. Azok voltatok, akik Krisztus nélkül éltetek. Külön. Kívülálló idegenként, reménység nélkül. És ez igaz rá? Hogy nekünk sem volt reménységünk. A reménytelenség az kilátástalanság. Isten nélkül való lét. Idegen. Ezek voltunk mi. És azt mondja az Úr, hogy erre emlékezzünk meg. Hogy nem természetes az, hogy Isten és én mi egyek vagyunk. Hogy nem természetes az, hogy én örökké élek. Hogy nem természetes az, hogy áldott ember vagyok, és megszólíthatom a Teremtőmet, aki szeret engem, és kegyelmet adott. Már sokszor mi úgy éljük az életünket, hogy ezt mi természetesnek veszünk. És arra bátorít minket, hogy emlékezzél meg, hogy miatt a múltad. Hogy te reménytelen voltál. Hogy semmilyen esélyed nem volt abból az állapotból kijönni. A sötétség hatalmából, abból az állapotból az sötét erők fejedelmek uralkodtak fölötted, ahol döglött hal voltál, ahol vitt a saját tested és az elmét kívánsága bizonyos utakon, abból te nem tudtál volna kijönni. Ő az, aki ezt mind elvégezte helyetted, hogy neked egy új életed lehessen. És emlékezzél meg a múltadra. És ma is emlékezzél meg. Mert akkor a büszkeségünk tovább száll. Akkor az egyből elpárolog. Mert fölismerjük, hogy hát igazából mire is lennék én büszke. És mi az én értemem. Hiszen az voltam, és az is lettem volna örökké, ha Jézus Krisztus nem ad nekem kegyelmet, és nem fizet helyettem mindent. Most pedig 13. vers. Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Most pedig. Most. Ma. Most. Ezen a mai napon. Mi nem csak, hogy megemlékezünk, hogy mik voltunk, hanem nekünk egy új identitásunk van. Igen, egyszer távolvalók voltunk, de közel kerültünk. És föltárja a titkot, hogy mi miatt kerülhettünk mi közel. Hogy mi volt az, ami miatt a mi reménytelenségünkből egy gyógyult állapotba, egy reményteljes állapotba kerültünk. Hogy mi volt az, a hihetetlen esemény, ami a mi kómás, tudatlan állapotunkat megszüntette, és egyszerűen valóság lett számunkra az örökké való Isten jelenléte. Ez pedig a Krisztus vére által. Ő által kerültünk közel. A Jelenések könyvének az 5. fejezetében egy mennyei eseményre kapunk betekintést. Az 5. fejezetnek a 7. versétől szeretném olvasni. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádsága jelzek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet. És feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel megvásároltad őket Istennek,
minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, a mi Istenüknek, aki, és uralkodni fognak a földön. Ez egy mennyei filmrészlet, ami tettekintést ad nekünk, hogy ott hogyan is néznek ki az események, kik a szereplők, és hogy mi is történt. És azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus fölnyitja a könyvet, az életkönyvét, ahol a te neved is be van írva, ami az útlevél ellenőrzés. Van vízumod? Várja, megnézem, hogy hívnak. Van. Mert elfogadtad a kegyelmet. Bejöhetsz. Ő ezért a vérével fizetett. Ő az, aki a vérével megvásárolt minket. Minden törzsből és minden nyelvből. És nem hajléktalanná tett minket a mennyben. Nem csak, hogy éppen, hogy beengedett, hogy örülj, hogy bejöhess. Nem. Papokká és királyokká tett, hogy uralkodjunk vele. Mennyien helyekre ültetett trónusokra, és koronákat adott mindannyiunknak. Ez a kegyelem. Ennyi az ő vére. Ilyen erő van az ő vérében, hogy abból az állapotból ezt az állapotot tudta tenni. És Péter apostol azt mondja az első Péter levelében, hogy nem ezüst és arany az, ami váltságunk volt, a hiába való életmódunkból, hanem az ő hibátlan és drága vére. Az ő vérében van a szabadulásunk, a védelmünk, az életünk, a váltságunk. Az volt az, ami megtörtént még azelőtt, hogy mi erről tudtunk volna. Az volt az, az esemény, ami örökre megváltoztatta az emberiség lehetőségeit. 14. vers. Második fejezet az Efézusban. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberi teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Ő a mi békességünk, ezt írja, ami a körülmények fölött álló békesség, amely mennyből szállt alá, ami az addigi elválasztásokat lerombolta. Hogy van egy új megvalósulás az ő korszakában. Hogy nincsenek többé zsidók, és nincsenek többé pogányok. Hanem egy új test van, aminek két része van. Ami addig el volt választva. Ő ezt lerombolta. És ma már egy út van a mennyben. És mindegy, hogy milyen nyelv és milyen törzs az, amelyik az örökkévalóhoz akar menni, Jézus Krisztuson keresztül lehetősége van. A 15. vers egy nagyon különleges vers. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtsen magában. A törvényt senki nem tudta betölteni. A törvény nem tudott üdvösséget hozni senkinek. A törvény az egy előre mutató irány volt, hogy igen, szükségünk van segítségre. Hogy igen, ezt nem tudjuk azt az utat járni. Kegyelemre van szükségünk. Ő betöltötte a törvényt, és érvénytelenné tette. És elhozta a kegyelem korszakát. Egy olyan korszakot, ami az új embernek a sajátja. Olyan kijelentésekkel, olyan felismerésekkel, amit a Messiás lehozott a mennyből. Egy olyan békességet, ami addig elképzelhetetlen volt az ember és az Isten között. Hogy nincs több ítélet, hogy nincs több kárhoztatás, hogy nincs több büntetés, hogy nincs elvárás, hogy nincsen semmi átok, hogy nincsen semmi, ami a törvény szerint sújtott volna téged. Azért nincs, mert ő betöltötte a törvényt. És a kereszten
magára vette mindazt, ami az emberiséget sújtotta. És odaadta mindazt, ami soha nem lett volna az övé. Az örök élet mellett egy csomó áldást odaadott az embernek. Ami a gyógyuláson, a szellemi, a test és a lelki teljes, egész megváltáson nyugszik. Minden területre kiterjedően újfajta korszakot hozott. Ez volt a keresztmunkája. Hogy mindez, ami a mi átkunk volt, az övé volt. Hogy minden büntetés, ami a miánk volt, az övé lett. Hogy mindez, ami az ádámi természetünkből fakadóan, nekünk vele született súly és teher volt az életünkön, az mind az övé lett. És mindez, ami az övé volt, mindaz, ami a mennyben ott van, azt ő lehozta a földre, és odaadta nekünk. És azt mondta, az új emberé minden. Aki egy velem, akinek megnyit a kárpit, és aki örökké, mert elfogadta a kegyelem munkáját. Megbékítette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabadultunk mindkettőknek egy lélekben az Atyához. Ez volt az ő munkájának a célja. Ez volt az ő megjelenésének a gólja. Mert megjelent, eljött. Jézus ember lett. Az utolsó Ádám, aki egy új korszakot hozott az emberiségben. Megjelent. Miért? Azért, hogy általa szabadultunk lehessen az Atyához. Mindenkinek. Mindegy, hogy milyen elválasztás volt ember és ember között. Ő az összes falat lerontotta, és azt mondta, hogy egy újat hozok, akinek szabadsága van szellemben és igazságban imádni az Atya Istent. Akik beléphetnek a Szentek Szentjébe. Akik részesei az örök életnek. Akik a kegyelmet elfogadták, és ezzel élnek. És nem csak, hogy bemehetünk Istenhez. Nem csak, hogy le van törve minden akadály. Mi nem úgy megyünk be az Istenhez, mint idegenek, hanem úgy megyünk be, mint akik úgy szólíthatják meg az Atya Istent, hogy édesapám, hogy az én édesapám, aki szeret engem, és a legközelebbi kapcsolatban vagyok. Ezt a munkát végezte el Jézus. Azért, hogy nekünk szabadultunk lehessen a mi édesatyánkhoz. 19. verstől. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommal növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültek az Isten hajlékával a lélek által. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövegények, hanem polgártársai a szenteknek. Az elején azt mondtam, hogy volt ez az emberke, aki hajléktalan volt, és azt gondolta, hogy örökké hajléktalan lesz. De ilyen nincs a mennyben. Mindenkinek polgárjoga van. Isten gyermeke. A legfontosabb egyedülálló gyermeke. Nem jövevények, nem idegenek vagyunk, hanem azok, akik a legközelebbi kapcsolatba kerültek Jézus Krisztuson keresztül az Atyával. És ugyanúgy szeret minket, ahogy szerette őt. És ugyanolyan fontosak vagyunk neki, mint ő. Sőt, értünk odaadta az ő fiát, hogy ez a kapcsolat valóságosan közeli lehessen. És mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Ebben az új életben, ami az ő szellemével teljes, ami az ő kegyelmével teljes, újfajta tanításokat ad, ami az identitásunkat, a gondolatainkat és a valóságot föltárja előttünk, és meggyógyít minket. A proféták és az apostolok tanításaira.
A sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Pál apostol a nevéből adódóan egy apostol volt. És az efézusi levél az ő tanítása. Ez egy apostoli tanítás. És miről szól az apostoli tanítás? Arról szól, ha csak ezt a fejezetet vizsgáljuk, hogy örök életet adott Isten kegyelemből. Hogy lerombolt minden falat, mert mindenki fontos neki, hogy elmehessünk az Atya Istenhez, aki szeret minket, aki a korszakokon át le akar nyűgözni az ő végtelen kegyelmével. Beszél a menny királyságáról, beszél az Isten jóságáról, beszél az ő kegyelméről, beszél olyan igazságokról, amikről nem tudnánk semmit, de ezeket föltárja előttünk, mert soha nem jutna az eszünkbe, hogy Isten ennyire jó. Soha nem jutna eszünkbe, hogy Isten ennyire szeret minket. Nem tudnánk semmit sem abból, hogy mi az igazság. De ezek az emberek, és jelen esetben akár Pál apostol is, fölvilágosítanak minket, és vezetnek. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tanítása és kijelentése is. Aki, mikor hirdette a kegyelem beszédét, az emberek csodálkoztak. És megjelenik az Isten szellemének a tekintélye is. És egyszer az emberek azt mondják, hogy Isten nem csak beszédben áll, hanem erőkben és jelekben. Mert Isten valóságos. És az ő tanításai az igazságot hordozzák. Amik nem változnak sem fordítás, sem pedig korszak alatt. Hanem örökké való mennyei igazságot hoznak le a földre. Ezek az igazságok földi forrásból soha nem jutnának el hozzánk. És sehonnan máshol nem is kapnánk semmilyen kijelentést, sem proféciát, sem pedig apostoli tanítást arra vonatkozóan, hogy kicsoda Isten, hogy kik vagyunk mi, hogy hogy kerültünk abba a helyzetbe, ahova kerültünk, hogy mi a mi jövőnk, maximum néha vannak foszlányok abban, hogy mi a mi múltunk, de az sem úgy, ahogy az valóságban volt. És azt mondja, hogy erre épültök rá. Nem ti vagytok az elsők, akik ezek szerint éltek, hanem voltak korszakok és generációk, akik megértettek Istenből kijelentéseket, és azok szerint élték az életüket. És ez mind építette az ő testét. Mind egy lépcső volt az ő teljes dicsőségének a megismerésére. És ma már igen sok lépcső van alattunk. És lehet, hogy még lesz fölöttünk is. De a legalapja az apostoli tanítás és Jézus Krisztus, aki a sarok. Aki az első a föltámadtok közül, aki betört a mennybe, és bevitte a sötétség fejedelmeit, és bemutatta, mint zsákmányt, aki kirabolta a poklot, aki leverte a halálnak a zárait, aki azt mondta, hogy nem kell meghalnotok, hanem örök életek, aki mindazt a tárházat, ami mennyiben el volt választva az embertől, elérhetővé tette. Ezeket hozta le a földre. Ez az Isten kegyelme, ez a mi cselekedeten keresztül mind a miénk. Ezek azok a mennyei igazságok, amikre épül a mi életünk. És ezekre kell figyelnünk, mert ez táplál minket. És az utolsó rész, és utána megkérem a dicsőítőket, hogy jöjjenek fel majd. Akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékával, a lélek által. A korintusi levél, első korintusi levélnek a 6. fejezete, ott is a 19. és a 20. vers, az elmondja nekünk, ugyancsak Pál apostol szavait idézve, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magaitoké vagytok, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Mivel bennünk lakik az Istennek a szelleme, mivel elpecsételt minket, és zálogot adott abból, hogy mi lesz a mi örökségünk, ezért vagyunk mi templom. Egy templom az Isten jelenlététől lesz templom. Ezt teszi különlegessé. Azok szövetségben is, amikor a templomot, vagy a sátrat, amikor építették, Isten jelenléte miatt volt az, ami volt. És amikor már nem volt ott Isten jelenléte, akkor igazából egy kőépületről, vagy egy sátorépületről beszélünk. De már nem volt Isteni jelenlét.
a mi testünk, az Isten jelenléte miatt az ő temploma. Ezt a testet tőle kaptuk, és Áron meg is vett minket. És ami fölismerjük azt, hogy mi már nem a magunké vagyunk, és hogy ő bennünk lakik, akkor itt azt írja, hogy ezért tehát dicsőítsétek ebben a testben Istent. Mert a mennyben dicsőítés van. És a Vajtai konferencián erről majd többet fogunk beszélni. De a templomnak az a teljesség, hogy ott Isten és az ember találkozik. Fölismerésre jut. És áldást kap. Leteszi a terheit, leteszi a bűneit, leteszi mindazt, ami fáj, és átveszi mindazt, amit Isten erre ad. Erről szól ez a mai este is. Arról, hogy mi az övé vagyunk, és ebben a testben tudjuk őt imádni. És csak az élők tudják imádni az Istent. És van egy nagyon picike kis gondolat itt a végére, ez pedig arról szól, hogy egybeilleszkedik az egész épület. Mindannyian egy kicsit tégláj vagyunk, kicsi kövecskék vagyunk. És ahogy egymás mellett élünk, egy nagyobb templomot alkotunk. Ha a testképeit gondolnánk, akkor kicsi sejtek vagyunk, és együtt egy testet alkotunk. Ami azért értékes, mert hogy ő bennünk van. És így épülünk szent hajlékká Istennek az ő lelke által. Mert ezt a munkát ő építi bennünk. És amikor mi fölismerjük ezeket az igazságokat, akkor örömmel engedjük meg neki, hogy azok az előre elkészített jó cselekedetek megvalósuljanak az életünkben. És ezen keresztül épüljünk föl annak, akivé eltervezett minket. És azt gondolom, hogy úgy a mennyben, mint a mi életünkben is, fontos, hogy fölismerjük, hogy Jézus Krisztus van a középpontban. Mindez a csoda, amiről itt betpillantást kaptunk, ez kizárólag ő miatt lett valóságos. Kizárólag ő az, aki ezt a munkát elvégezte, és odaadta ajándékból, kegyelemből. És jó az, amikor fölismerjük, hogy szükségünk van rá. Még inkább. Mert nagyon nagy titkokat szeretne megosztani velünk. Nagyon nagy változásokat szeretne az életünkbe elérni. Ez az ő jóságából meg is valósul, ha mi ezt megengedjük neki. És én azt gondolom, hogy az, aki mindent odaadott, és kegyelemből adta mindazt, amit odaadott, az már megmutatta, hogy mennyire szeret minket. Méltó arra, hogy bizalmat adjunk neki, és a jövőnket letegyük a lába elé. Hogy ne a saját útjainkon járjunk, hanem azon az úton, ahol ő vezet minket. Hogy valóban az ő testeként fölépüljünk. Mert a kövek önállóan sokkal kisebb funkciót látnak el, mint egységben templomként. Egy sejt sokkal kisebb funkciót lát el magában, mint egy test részeként. Önállóan nem lehet definiálni a kereszténységet. Testként és templomként lehet, aminek mindenki egyformán fontos része. És ez egy mennyei titok. Az ember elválasztja magát a másiktól. Krisztus lerombolta a válaszfalakat, hogy együtt mehessünk az Atyához, és adjunk hálát neki. Amen? Amen. Megkérem a dicsőítőket, hogy jöjjenek, és mielőtt még dicsőítenénk, szeretném, ha mindenki meghajtaná a fejét. A dicsőítőkön kívül. És lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy az Istennek az a végtelen szerelme, amiről ma hallottál, olvastál. Az a csodálatos kegyelem, ami a mennyből a tiéd lehet, az még nem valóság a számodra. Lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy van egy csomó akadály, ami elválaszt téged az Isten jelenlététől. Lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy még nem is adtad át az életedet az Istennek. Lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy csalódtál.
lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy újra azt érzed, hogy reménytelen vagy. Én szeretném, hogyha a dicsőítés előtt, ha te ebben szeretnél változást, azt jeleznéd. Azért megkérlek mindenkit, amíg le van hajtva a fejünk. Hogyha ez te vagy, és ma szeretnél egy újat kezdeni Istennel, akár úgy, hogy nekiadni az életedet, és elfogadni az örök élet ajándékát, akár úgy, hogy letenni a terheidet, akár úgy, hogy a csalódásaidat, félelmeidet, és elfogadni az ő végtelen szerelmét, és csodálni az ő kegyelmét, ha szeretnéd ezt az új kezdetet, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezedet. Csak neki. Igazából ez közted és ő közte van. Többiek úgy se látnak, én sem nagyon fogok oda nézni. A lényeg az, hogy Istennek nyisd ki a szívedet, ahogy felemelted a kezedet, és kapaszkodj bele az ő beszédébe. Abba az igazságba, amely a mennyben a tied. Abba az igazságba, ami nem változik, hogy ő szeret téged. És valóban ez a második része a dicsőítésnek. Szóljon arról, hogy imádod őt. És elfogadod azt, hogy ő elfogad téged, hogy szeret téged, és meg akar áldani. Hogy újra azt mondja, hogy kegyelmet adok. Hogy te vagy az én szerelmesem, és ma megmozgatom a mennyet, hogy mindaz, ami az enyém, a tiéd legyen. És megkérlek mindenkit, jó, letettek a kezeteket, hogy álljunk föl és imádkozunk együtt. Jó? Édesatyánk, köszönjük mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy reménytelenek voltunk és távolvalók, de te, Uram, kegyelmet adtál, és kegyelmet adsz, és kegyelmet fogsz adni. És ez a kegyelem lenyűgöz minket. Csodálatra méltó. Örömmel tölti el a szívünket. És köszönjük, hogy nem végeztél velünk. Hogy nem ránk nézel, hanem a te fiadra. És az ő tökéletes áldozatára. És valóban az ő vérében ott van a menekülés, az üdvösség. Ott van kifizetve mindenértünk. És mi élvezni szeretnénk a fiúságot, hogy elfogadsz, hogy szeretsz, hogy megajándékozol. És szeretnénk már ma dönteni amellett, hogy legyen meg a te akaratod az életünkben. És azok az eltervezett jó cselekedetek valósuljanak meg. Hogy ezen keresztül is dicsőíteni tudjunk téged. Jézus nevében. Amen.
vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, csak rád, Jézus. Nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, csak rád, Jézus. Nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, csak rád, Jézus. Nincs
emotions rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Pici dilemma van, mert hogy a lakóval 9 óra van megbeszélve, most meg 9:00 van, nekik meg még van 2 daluk. Halkan! Jó? Akkor mi a hangos? Bocsi.
És akkor Vajtára még éjfélig tudtok jelentkezni a konferenciára, hogyha szeretnétek jönni, vagy szerdáig, de akkor egy plusz egy ezres, és legyen áldott hetetek. Sziasztok!